szülés esetén az édesanyákat sokszor testileg és lelkileg is felkészületlenül éri gyermekük hirtelen, váratlan megérkezése. Sokan még el sem gondolkodtak azon, hogy hogyan is szeretnék majd táplálni gyermeküket. Fontos tudni, hogy számos jótékony hatása van az anyatejnek, és koraszülöttek esetében összehasonlíthatatlan előnyt jelent a tápszerrel szemben. Az anyatej koraszülöttekre gyakorolt jótékony hatását számos vizsgálat igazolja. Csökkenti a koraszülötteket leginkább veszélyeztető betegségek, mint például a ROP, a BPD, a NEC és a CP esélyét. Az anyatejben a babák számára szükséges tápanyagok, zsírok, cukrok, fehérjék, ásványi anyagok, vas, vitaminok és enzimek mindegyiken megfelelő arányban van jelen. Ettől válik a csecsemők tökéletes táplálékává. A koraszülött kisbabáknak gyakorlatilag egy iszonyatosan fontos gyógyszer. Máshogy tekintünk rá, mint érett babák esetén. Tényleg életmentő hatása van. Rendkívül sok védő funkció van benne, az egyik legfontosabb, az, hogy fertőzésektől véd. A friss anyatejben olyan védőfaktorok vannak, élő sejtek, amelyek elölik a baktériumokat, vírusokat, egyéb kórokozókat, másrészt passzív módon immunitást biztosítanak a kisbabáknak. Mivel az anyatej már a terhesség 17. hetétől elkezd termelődni, nagy eséllyel megindítható, akár egy extrém koraszülés után is. A baba rendelkezésére álló előtej már röviddel a szülés után rengeteg baktériumölő immunanyagot tartalmaz, amely megvédi a fertőzésekkel szemben. A koraszülött babák már az első életórákban kaphatnak anyatejet, sőt kell is, hogy kapjanak anyatejet. Az egyedüli, ami hát ezt korlátozza, vagy egy kicsit elnyújtja, hogyha életveszélyes állapotban vannak. A mi gyakorlatilag 2 órásan elkezdjük etetni ezeket a pici babákat, akár egy 300 g-os babát is lehet etetni 2 órás kortól. Igyekszünk megtenni azt, hogy már rögtön a saját édesanyjuk tejét kapják ezek a picike babák, és már a szülőszobára átmegyünk, és próbálunk fejni az édesanyjától tejet. Gyakorlatilag 0,5 milliliterre van szükség az első időszakban, az első pár órában ahhoz, hogy a bélrendszerüket tudjuk érlelni. Igazából ez nem táplálási célú, ez a picike mennyiségű anyatej, hanem az, hogy a bélfal ne haljon el, kapjon megfelelő táplálékot, és akkor később egyre nagyobb ütemben emeljük az anyatejnek a mennyiségét, és egy 5-6 nap alatt el lehet azt érni, hogy egyáltalán ne kelljen kiegészítő infúziót kapniuk. Az, hogy nem lövel be rögtön a tej, nem lesz nagy mennyiségű tej, annak az a funkciója, hogy védje a babákat. Tehát ilyenkor összetételében rengeteg immunglobulin van ebben a sűrű előtejben, és mint egy védőoltás, egy szájon keresztül adandó védőoltás, ahogy szopik a baba pár cseppet, az végigmegy a kis bélrendszerén, bevonja a bélfalat, és megvédi őket a fertőzésektől. Mivel a nagyon éretlen koraszülötteknél az első időszakban nem számíthatunk arra, hogy a tejtermelés a szoptatások révén induljon meg, kulcskérdés, hogy a szülést követően minél előbb ösztönözzék az anyát a rendszeres fejésre. Azaz ideális, ha az első fejés a szülést követő 6 órán belül megtörténik. Ebben az egészségügyi személyzet segítsége és támogatása kulcsfontosságú. Fontos tudni, hogy fejéssel a tejtermelés akár hónapokig is fenntartható. Fejéssel lehet és kell is fenntartani addig a tejtermelést, amíg a baba el nem tud kezdeni szopizni. Mi itt azt szoktuk javasolni, hogy minél gyakrabban, ez azt jelenti, hogy 2 óránként, tehát legalább naponta 8-10 alkalommal javasoljuk a fejést. A gyakorisága fontos, illetve a hatékonyság. A koraszülésben pont az a lényeg, az esetek nagy részében, hogy váratlan. Az első életórák azok arról szólnak, hogy Jézus Mária, életben marad-e a gyerekem, utána, hogy lesz-e károsodása. Tehát olyan stressz, ami azt gondolom, hogy egy ember életében is talán egy háború lövészárkához hasonlítható, amikor pillanatok alatt az élet-halál, az gyakorlatilag minden leegyszerűsödik egy-két szóra. Talán a legnehezebb probléma a dolgozóknak, hogy amikor megszületik egy baba, akkor reálisan tájékoztassuk az anyukát, biztassuk arra, hogy ebbe a élete talán legnehezebb pár órájában kezdjen el fejni. El kell mondani az anyukáknak, hogy ők a gyereküknek az élete megmentője, ők fogják meggyógyítani.
fejés és az anyatej azon túl, hogy táplálja és gyógyítja a babát, fontos feladatot ad az édesanyáknak ahhoz, hogy ők is kivegyék a részüket babájuk megmentésében, gondozásában. A szoptatás ugye az egy nagyon jó praktikus cselekvés, akkor, amikor amúgy leginkább a tehetetlenség az az élmény, amit az anyák átélnek a koraszülött osztályon. Tehát, hogy azt lehet látni, hogy mindenki sertepertél tesz-vesz a gyerek körül, és anyaként pont én, mint anya nem tudok mit tenni a gyerekemért. Ilyenkor az, hogy fejni tudok, vagy szoptatni tudom a babám, ezek mind-mind olyan segítségek, amivel a lehető legjobbat tudom tenni. A lélektani része az elsősorban ugye egyrészt a kötődés szempontjából fontos, másrészt meg abból a szempontból fontos, hogy az anya tehetetlenségét csökkenti. Amikor az anyuka kap egy feladatot, és tudja azt, hogy ő is tud segíteni a gyermekének, és tulajdonképpen belegondolunk, akkor méhen belül is ő táplálta a testével, és most is ő fogja a testével táplálni. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy átbillenti őket, átsegíti őket. Akkor a sok ez, hogy ez az egyedüli, azt hiszem, amivel egy anyuka át tudja órák alatt a tudatát, gondolatát, érzéseit formálni, hogy én is tudok segíteni abba, hogy meggyógyuljon. Azt gondolom, hogy a fejés az, ami egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és ezt muszáj csinálni, és ezt nem szabad feladni, és nagyon nehéz 2-3 óránként lefejni 50-60-90 milliliter tejet, de egyszerűen muszáj, szóval szerintem ez a túlélés kulcsa. Nagy segítség lehet az édesanyáknak az is, ha támogatást kapnak a fejés módjának kialakításában és a technika elsajátításában. Megmutatjuk kézzel és géppel is, hogy hogyan kell fejni. Az első 2-3 napban, amíg nem lövel be a tej, tehát amíg nem kezd el termelődni nagyobb mennyiségben a tej, érdemes kézzel fejni, de amint elkezd belövelni a tej, akkor át lehet térni a gépi fejésre, egyrészt kényelmesebb és gyorsabb, hatékonyabb. A kézi fejés jó döntés lehet akkor is, ha nem biztosított a gépi fejéshez szükséges áramforrás, illetve lehetőség az eszközök fertőtlenítésére. Lényeg az, hogy a bimbóudvar fölött alatt egymással szemben helyezze el két ujját, hát egy olyan körülbelül egy fél egy centire a bimbóudvartól, tehát nem itt elől, hanem itt kicsit hátrébb, a többi ujjat azt támassza meg itt a mellén, a mellkas fele egy picit húzza hátra ezt a két ujját, és egy ilyen gördítő mozdulattal lehet a végén kifejni gyakorlatilag a tejet. Az anya-gyermek kapcsolat kialakulása szempontjából a legkedvezőbb, ha a koraszülött osztályon lehetőség van a gyakori kengurúzásra. Ez tökéletes ráhangolódást jelent az első szoptatási kísérletekhez is. Az, hogy megfoghatják a babájukat, itt lehetnek nap mint nap, találkozhatnak vele, csökken a stressz, amit megélnek egy ilyen helyzetben. Nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, hogyha így itt van rajtam, illetve van egy olyan rész, hogy amikor már tudja, hogy igen, rajtam van, akkor ez a bőr-bőr kontaktból beindul, hogy akkor keresi a mellemet, szóval akkor keresni a cicit meg a tejet, és akkor olyan kis aranyos. Az, hogy megfoghatja, hogy megérintheti, ez hormonális úton is támogatja azt, hogy elkezdjen emelkedni a tejtermelés, az oxitocin, prolaktin, ezek a hormonok, amik leginkább szerepet játszanak a tejtermelés növelésében. Nehezen indult be a tejem, de utána olyan pillanatok alatt megindult, hogy most fagyasztom és már donor is vagyok. Nagyon jó hatással van rá. Azt is megtapasztalták az anyukák, hogy miután kengurúznak, sokkal több tejet tudnak lefejni. Mert hogyha kapcsolatban vannak a babájukkal, az is tudja fokozni ennek a hormonnak a felszabadulását, és ezáltal a tejtermelést is növelik. Kengurúzás és az igény szerinti szoptatás, vagy a minél többszöri szoptatás az arról szól, hogy minél rövidebb legyen az az idő, amíg az anyuka a gyermekétől távol van. Egy koraszülöttnél a legkevesebb magyarázatra szorul az, hogy bármikor együtt legyen az anyukájával és szophasson. Hiszen a szoptatásnál nem csak arról van szó, hogy megkapja ezeket a tápanyagokat, hanem az anyukának a szívdobogás érzése és a hőmérséklete az gyakorlatilag pótolja a méhen belüli környezetet. Annál jobb, mint hogyha ez folytatódik kívül is, nincsen. Jótékony hatása van annak is, ha a kengurúzás közben történik a baba szondás táplálása, és emellett néhány csepp anyatejet csepegtetünk a szájába.
Miközben a gyermek az édesanyja mellkasán fekszik bőr-bőr kontaktusban, hallja az anya szívdobogását, érzi az anya tej ízét, és közben jól lakik, mindez összekapcsolódik, és egy elválaszthatatlan, együttes élményt jelent a babának. Az anyatej és a szoptatás a koraszülött babák agyának és idegrendszerének fejlődésére is jótékony hatással van. Babies who on skin to skin eat more often, sleep better. A kisbabák, akiket szoptatnak, jobban esznek és többet alszanak. Szoptatás közben érzékelések sorozata zajlik, amik mind fejlesztik az agyat és az idegrendszert. Minden alkalommal, amikor egy anya szoptat, minden egyes érzékelés, mint a látás, az érintés vagy a tapintás, azok fejlesztik az agyat. Ahogy az anyatej táplálja a testet, úgy ezek az érzékelések hatnak az idegrendszerre is. Azt gondolom, hogy a szoptatás 10%-a szól az anyatejről, 90%-a pedig az érzelmi, szociális és idegrendszer fejlődésről. Az anyatejjel táplált babáknak magasabb az IQ-juk, de ez az érzelmi és szociális intelligencia a szoptatással van összefüggésben. But it's emotional and social intelligence that you get from breastfeeding. Több lépcsőn mennek végig ezek a pici babák, amíg eljutnak a kizárólagos és igény szerinti szoptatásig. Az alapozás már a szülőszobán megkezdődhet. A folyamat felépítésében sokat segít a kengurúzás, a szülő-gyermek közötti intenzív kapcsolat, a gyakori mellretétel. A babáknak eleinte nehézséget okozhat a szívás, nyelés, légzés koordinálatlansága, a relatív nagy mellbimbó és a kicsi száj közötti méret aránytalanság, a csökkent izomtónus, az aluszékonyság. Ugye több lépcső van, hogy egyáltalán eljusson odáig, hogy szopjon. Az egyik az, hogy ki lehessen venni, lehessen vele kengurúzni, mert akkor, hogyha ott van közvetlenül a mama mellkasán, akkor előbb-utóbb oda talál a melléhez is. És akkor bekapja, kóstolgatja, próbálkozik szopni. Ez még nem annyira hatékony, ezt ilyen non-nutritív szopásnak hívjuk. De ez a második lépcsőfok. Aztán, hogyha látjuk, hogy egyre ügyesebben rákap, akkor különböző fogási technikákkal segítjük, hogy ő rajta is tudjon maradni a mellen, és egyre többet tudjon szopni. Hogyha ezt megengedjük neki és támogatjuk őt benne, akkor hamarabb elkezd majd aktívan, ügyesen szopni, és ezt meg fogja ő tanulni. Egy koraszülött baba szoptatása sokkal több odafigyelést, türelmet és támogatást igényel, ezért fontos, hogy a szakszerű tanácsadás már a piccen megkezdődjön, és a hazakerülés után is folytatódjon. Az anyatej minden cseppjének örülni kell, ezért az édesanyákat akkor is támogatni kell, amikor nem termelődik olyan ütemben, ahogyan azt szeretnék. Ebben az anyát körülvevő családnak is fontos szerepe van. Tudományos kutatások igazolták, hogy a szoptatásnak az eredményessége az az édesapákon is nagy mértékben múlik. Tehát az ő támogatásuk szükséges ahhoz, hogy az édesanyja tovább tudja szoptatni a kisbabáját, illetve egyáltalán, hogy elinduljon a tejtermelés. Nagyon fontos a szoptatásban a család szerepe, a nagymamáknak a szerepe. Tehát azt láthatjuk, hogy egyrészt sokkal korábban dől el a szoptatási szándék, mint ténylegesen a szoptatási cselekvés, ezért érdemes már nagyon korántól elkezdeni a várandóság idején a szoptatásra való felkészülést. A koraszülöttek ellátásában általában az anyatejes táplálás fontosságát hangsúlyozzák, de gyakran előfordul, hogy egy koraszülő anyának a stressz, a trauma hatására, vagy éppen hormonális okokból nincsen teje. Fontos bennük tudatosítani, hogy nem az anyatejes táplálástól válik valaki jó anyává, hanem attól, ha minden tőle telhetőt megtesz gyermeke felépüléséért. A kulcs szó itt is a szeretet. Az anyatej a koraszülött babák egyik legfontosabb, életmentő gyógyszere. A szoptatás fejleszti az agyat és az idegrendszert. A folyamatos fejés fenntartja a tejtermelést és feladatot ad az anyáknak. A kengurúzás jó hatással van az anya-gyermek kapcsolatra, a tejtermelésre, a szoptatásra. Szoptatási tanácsadásra a piccen és otthon is szükség van. Nem a szoptatástól lesz valaki jó anya, hanem a gondoskodó, szeretetteljes anya-gyermek kapcsolattól. Cifra balota.
zöld az ablaka, gyere ki te tuba, rózsa, vár a viola. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én.